Sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit egy újabb foci témai videóban. Közeledik az Európa Bajnokság, úgyhogy most már nagyon, de nagyon, de nagyon sok labdarúgással kapcsolatos videóra kell számítani. Ez nem jelenti azt persze, hogy más háttérbe szorul, bár mondjuk most igen csattanó videó az korábban volt, de ami késik, nem múlik. Az Európa Bajnoki kereteket tekintve nézzük meg, hogy melyik csapatnak kb. mennyire erős a legjobb 26 játékosa, ABC sorrendben vannak, Ausztriával kezdünk, hát itt igazából aki úgy először megakad az ember szeme, az David Alaba, aki itt most még a Bayern München játékosaként van feltüntetve, de mint tudjuk, ő már aláírta a Real Madridhoz. Aztán hát aki tud, ki lehet még emelni, talán a Sabitzer. Ő is kiváló játékos, egy nagyon, de nagyon jó kis középpályás, ha, ha, nagyon a csatárokat nézzük, akkor Arnautovics, bár ő most már azért pályáján, pályája, vagy hát karrierje csúcsán túl van, sánkályban játszik, elment egy kis pénzt keresni, vagy ott van Baumgartlinger, a Leverkusen játékosa. Ha azt nézzük, hogy milyen csapatokban játszanak az osztrák játékosok, hát azért itt talán a leglepukkantabb nem is tudom, a Mainz. Shanghai por talán még, még az, de hát Arneutovics a pénzt ment keresni. Belgák mi a helyzet, kapuban ugye Kurtoá kirobbantatatlan, aztán ez, ez mondjuk egy olyan keret, ami nagyon, tehát ők már, ők már mondhatjuk azt, hogy most vannak a csúcson, tehát kicsit lehet ez egy olyan Európa-bajnokság lesz nekik, hogy ez a most vagy soha. Tehát, hogyha megnézitek, ott van De Bruyne, Lukaku, Hazard, ha, ha a Házárdot nézzük, uh, akkor nem biztos, hogy neki már lesz egy uh, uh, Európa-bajnoksága, tehát neki igazán most kell megmutatni. És ugye a válogatottban neki egész jól szokott menni, hát a, nem úgy, mint a Real Madridban. Uh, Döbröjnének lesz majd még uh, Európa-bajnoksága, az biztos. Hmm, ki van még itt? Uh, ez egy teljesen jól összerakott csapat. Nincsen nagyon hiányzó. Ez, 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 tényleg ez a most vagy soha. Horvátország, igen, a világbajnok jelzüstérmes, hát az itt is vannak komoly nevek, Luka Modric, Matteo Kovácsics, Marcelo Brozovic, aki, aki nekem az egyik kedvenc játékosom, Ivan Perisic, aztán Brekáló is egy nagyon nagy tehetség, itt láthatjátok a középályás Brekáló. A támadó szekciót tekintve lehet talán, hogy annyira nem erős, bár mondjuk nem, ne, nem volt rossz idény az AC Milannal. Ott azért láthatjuk, hogy a Zágrából behívták Bruno Petkovicsot is. Általában, hogyha a Zágrából bekül valaki a válogatottba, az nem sokáig lesz a Zágrában, mert uh, amúgy a Zágrában az egy olyan csapat, hogy <laughs> ők azért uh, szeretik eladogatni a játékosokat, persze jó pénzért a védelem az úgy, azt, azt, is lehet mondani, hogy egyben vagy, egyben van, a Hajduk Splitből egyetlen egy játékos van, Kapus, Kalinic, még eszékről van játékos, aztán nagyjából ennyi. De én azt, azt gondolom, hogy nekik is elég komoly esélyük lehet arra, hát a továbbítása mindenképpen, de hogy meddig jutnak el, ha jól jön ki a lépés, akár a legjobb négyig is eljuthatnak a horvátok, bár mondjuk már talán annyira nem erősek, mint amennyire a, a, mennyire a világban a voltak három éve. Csehország csapata, áll. mondjuk a csehek azok, akikről olyan sokat nem lehet elmondani, hogy a korábbi csapatról, tehát a, régebbi, a régi nagyokról, azokról azért sokkal, sokkal több információ, tehát hogy a Milán Bárós, ki volt még, Nedved, Rozicski, 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 igen. Ö, tehát ö, ők, ők ott azért sokkal több klasszis lehetett kiemelni. Most ebben a csapatban hát talán a legnagyobb név... Bajban vagyok. <laughs> Bajban vagyok, mert nem is, nem tudom, hogy ki lehetne itt a legnagyobb név. Jakub Pesek, mondjuk ő pont nem valószínűleg. Patrik Sik tényleg Patrik Schick a Bayern Leverkusen játékosa, vagy Thomas Pekár, de már ő annyira fiatal talán. Tehát, vagy ott van Darida, aki a Hertha játékosa. Úgyhogy nagyjából ennyi. Dán válogatott, hogy a Dánok is elég komoly álmokat dédelgetnek az Európa-bajnoksággal kapcsolatban, szeretnének ők is minél jobb eredményt elérni. Nézzük, hogy erre, erre mennyire van esély. hogy ott van Pierre emile Hojbjerg, aki, aki szerintem egy nagyon tehetséges középpályás. Ott van Christian Eriksen, aki az Interben, ugye a szezon másik, főleg a szezon másik felén azért úgy magára talált. Aztán ott van még Pózen a Lipcséből, Martin Bright, Braithwaite, a Barcelonából. Hát ő ugye egy kényszer megoldás volt a Barcelonának. Nem hiszem, hogy ő lesz az, aki majd meccseket, dönt, meccseket dönt el, de hát majd ugye kiderül Simon Kjaer. Hú, ezek a nevek. Aztán ott van a kapuban Kasper Schmeichel, ugye Péter Schmeichelnek a fia, angol bajnok a Leszterrel, kirobbanthatatlan a kapuban a Dánoknál. Angol csapat. Na, ez mondjuk egy kicsit érdekes, mert ugye az angoloknál a fiatalitáson a hangsúly már a 2018-as világbajnokság óta, és akkor ugye negyedikek lettek, ami egy elég szép ö, teljesítmény. És Southgate-nek bejött a dolog, úgy néz ki. Ö, kapuban egyértelmű, hogy Big Ford lesz szerintem. Aztán láthatjátok, hogy tehát gyakorlatilag Hát Anglián kívül tripé van, Belinkem, és ennyi. Jó, bocsánat, még Sancho. Három játékos van összesen, ha jól látom. Igen. Három játékos van összesen, aki nem Angliában játszik. Hát igen, az angol bajnokságnak a, a erejével, vagy az erejét nem érdemes megkérdőjelezni. Tehát én, ez, én ezt csapat, ez, ezzel, erről a csapatra is azt tudom mondani, hogy ez a most vagy soha kategória. Bár mondjuk itt még nagyon sok olyan játékos van, akinek komoly jövője lehet, még fiatalok, tehát például gondolok itt Phil Fodenre, aztán még Rashford is azért elég fiatalnak számít, vagy ott van Sancho, akár. A fin csapat, na hát itt aztán nehéz lesz olyan játékos talán, akiről biztosan tudjuk, hogy kicsoda, Hát Puki talán Timu Puki, aki a selejtezőkön rengeteg gólt lőtt, és most is igazából a finnek tőle várhatják esetlegesen a gólokat, mert most öm, ő az, aki, vagy Poyan Paolo, nevé is ismerősen csenket nekünk, mert már azért ő, ő azt hiszem régebbi motoros a, a finn csapatban, tehát talán ők ketten, akik rúghatják a gólokat, de amúgy a többi Ö, nevet megnézve, mondjuk itt van egy MTK játékos, Nikolaj Áló. Álhó. Al azért az nem rossz. Ö, hát, tényleg, itt is bajban vagyok. Bár mondjuk azt hozzáteszem, hogy a finnek Európa-bajnokságon még talán nem is voltak. Világbajnokságon se. Úgyhogy ez már nekik nagyjából olyasmi lehet, mint nekünk a 16-os Európa-bajnokság. Tudom, hogy jóval korábban azért mi voltunk ebén, meg voltunk BB-n is, ugye, ugye 86-ban, mintha csak tegnap lett volna, ugye. De nagyjából most kb. olyan, olyan hangulat lehet a finneknél, meg nagyjából ugyanazt a hozzáállást e, e, láthatjuk hogy talán a pályán a finnektől, mint ami, ami nálunk volt 2016-ban. Tehát még akár az is meg hogy a finnek viszonylag messzire jutnak el, hogyha a csapategység megvan, ami ugye nálunk is megvolt, ha a hozzáállással nincsen gond, amivel ugye nálunk nem volt gond, akkor még akár sokáig eljuthatnak. Nézzük a franciákat. Hát a francia csapatot szerintem nagyon nem kell bemutatni senkinek. Talán a, a leg ö, erősebb támadósoruk, támadóik nekik vannak, és jó sok csatárt hívtak be. Griezmann, Bappé, Giroud, Kingsley Coman, Thomas Lemar, Dembélé, Ben Yedder, Benzema, Marcus Thuram. Szóval azért jó sok csatár van, és úgyhogy Szerintem bajba leszünk a, a csoportmérkőzések során. Ugye középen ott van egy pogba, vagy ott van Kánté, akit most ugye nagyon sokan szeretnének ö, ö, aranylabdásként látni. A védelmük is teljesen rendben van a franciáknak. Úgyhogy talán, talán egyébként a legesélyesebb csapat, hogyha így a keretet nézzük, akkor a francia lehet az Európa bajnokságon. Itt vannak a németek, ugye, ahol most az elmúlt hónapokban voltak bajok, ugye volt tét egy ö, csúnya verességük a, az Észak-Macedónok ellen, de ugye én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy egy Európa-bajnokság teljesen más mentális felkészülést igényel, mint akár egy VB vagy egy EB selejtező mérkőzés, és ö, én szerintem a németek azért el fognak jutni talán akár még a legjobb négy közé is, most ugye behívták a válogatottba uh, Hummelst, aki, akivel már korábban ugye nem számoltak, vagy akár Thomas Müller is ott van a, a csapatban, vele számoltak már korábban. Ez a német csapat, ez teljesen rendben van. ott van Kai ha Havertz, Kai Haver, aki, aki a Chelsea-ben elég szép teljesítményt ért el, így a, a szezon másik felében jó játszott, Timo Werner, nagyon nagy tehetség, Kevin Follandot is behívták, az még talán egy kicsit meglepő, mert Follandnak ugye nagyon jól indult a karrierje, és nagyon komoly jövőt jósoltak neki, ahhoz képest, hogy monaco van, ami persze nem rossz hely, de komolyabb jövőt jósoltak neki, a Mönchengladbachból is van három játékos is, ha jól látom. Mondom, szerintem ez a csapat ha Joachim löp tényleg most mindent egy lapra feltesz, már pedig most ugye, mivel elhagyja nyáron a, az Európa Bajnokság után a német válogatott, tehát ezért most mindent bele kell adnia. Szerintem még akár a legjobb négy közé is eljuthatnak. Itt ugye a magyar csapat jön, de őket most azért hagyom ki, mert már egy korábbi videóban ö, beszéltem a mieinkről. Nézzük az olasz csapatot. Hát itt az lesz érdekes, hogy hányan játszanak, nem ö, olasz csapatnál. Egy, Kettő. Három. Három játékosuk van, aki nem olasz csapatnál játszik. Mondjuk érdekes, hogy a Szaszólóból uh, Lokatelli, és még ott van Berardi is, és Raspadori is. Tehát azért uh, uh, nem csak. Már mondjuk az olasz válogatott most uh, egy kifejezetten, azt, hogy kifejezetten egy ilyen átalakít, átalakulási időszak, időszakon megy keresztül, tehát ugye ott is kell a vérfrissítés, amúgy tök simán kijutottak az Európa bajnokságra, túl nehéz csoportot nem kaptak, azért azt is hozzá kell tenni. Én az olaszokra azt satszolnám amúgy, hogy ez a keret elég lehet arra persze, hogy tovább a csoportból. Utána meg már nagyon kérdéses, már amúgy nem rosszak tényleg, tehát látszik az, hogy próbálnak visszatérni arra az útra, amin voltak korábban, csak kérdés, hogy ez sikerülni fog-e. Mondjuk, hogyha van egy olyan támadód, mint Kieza akár, vagy én mondjuk egyébként Berárdit is nagyon bírom, és nem is értem, hogy a csávó egyébként egy klasszis teljesítményt tud nyújtani a klubcsapatában is, egy szaszólóban játszik. Egyébként már korábban több csapat is szerette volna őt vinni, de valamiért a szaszólóban maradt. Ennek a pontos okát nem tudom. De hát most, hogy jó döntés, a szaszólóval azért sok esélye nincsen arra, hogy bármit is elérjen, mindegy, ezt, a, ezt az utat választotta. Holland válogatott. Hmm, hát az a holland válogatott, ugye, tehát a hollandokról tudjuk, hogy azért ki, lemaradtak az EU előző világbajnokságról, és az Európa-bajnokságon sem voltak ott 2016-ban, úgyhogy most meg kell ragadniuk az alkalmat, hogyha már ott vannak, akkor azért, hogy gurítsanak valami, valami szépet, valami jót. Ez a keret természetesen arra bőven elég lehet, hogy tovább jussanak a, a csoportjukból, tehát ez, ez egyértelmű. Bár mondjuk már nincsenek talán akkor a klasszisok, mint mondjuk a 2014-es bronzérmet nyert, világ, világbajnokságon bronzérmet nyert ö, csapatban, utána csúszott el valami, itt is ugye valószínűleg új alapokra, a, alapokra akarják majd ö, ö, emelni, vagy új alapokon szeretnék elkezdeni a válogatottnak az újjáépítését, ez egy tökéletes erő lesz, felmérő lesz, majd nekik. Tehát azért vannak itt nagyon ügyes játékosok, Frankie de Jong például, Donny van de, van de Beek, Beck, Matisse de Ligt, aztán ott van Stefan de Vries az Interből, tehát ügyes játékosok vannak ebben a csapatban, a további azt szerintem nem lesz probléma nekik, aztán többit meg majd, ugyanúgy, ahogy az olaszoknál meglátjuk. Észak-Macedónia. Hát itt mondjuk itt van Risteski, aki az Újpest játékosa, itt van Muszlió, aki a Fehérvár játékosa, itt igazából azt kell nézni, hogy hányan játszanak Magyarországon. Egyébként ők ketten Ö, nagyon is játékost innen nem ö, tudok mondani. Ha azt nézzük, hogy ki az, aki a legerősebb csapatban játszik, ö, hát mondjuk, hogy itt van Elif Elmas, a Napoli játékosa. De amúgy megérdemelte jutottak ki az Észak-Macedónok, ugye gyenge pócselejtezős kört kaptak, ez, ez egy ilyen Európa-bajnokság, hogy ilyen csapat is esélyt kaphat. Nincsen ezzel semmi baj. Én szerintem nem fognak továbbütni a csoportból. Tehát most örüljenek, hogy ott lehetnek, és ragadják meg az alkalmat, de nem vagyok abban biztos, hogy ők a következő Európa-bajnokságon is ott lesznek. Az, hogy ügyesek, az mondjuk persze az tény, mert ugye a németeket megverték Németországban tétmeccsen, de azt tudom inkább elképzelni, hogy az a német csapatnak a, a gyenge pillanata volt, vagy inkább ők voltak gyengék, és nem az észak-macedónok erősek bár mondjuk foggal körömmel hajtottak a srácok. Lengyel válogatott, hát itt igazából egy embert érdemes kiemelni, lewandowski -t. Ugye, amikor néztük a, a magyar-lengyel meccset, azt se tudtam, hogy kik ezek. De tényleg, hát nézzétek meg, hogy mondjuk honnan tudnám azt, hogy uh, Rakov Cestov hova ez a csapatnak a neve. Értem, én is hallottam a csapatról amúgy. Még Csesznyi az, akit úgy, úgy ismerünk, meg talán Fabianszkit, vagy a két kapust, de, rajtuk kívül Lewandowski és kész. Lewandowski, ahogyan ugye Thomas Müller viccelődött ezzel. Portugál válogatott. Na most a Portugál válogatottban meg ugye Cristiano Ronaldo az, aki ki, ki, ki kell emelni, bár mondjuk most már ott tartunk, hogy van egy Bruno Fernandesük is a középpályán, és amúgy ott van még, keresek egy nevet, mondjuk André Silva is ügyes, aztán Hol van? Félix, ott van, João Félix. Na, csak megtaláltam a srácot. A portugáloknak egyébként címvédők, ugye? És nagyon komoly esélyük van arra, szerintem, hogy megint felszívják magukat, és eljussanak akár a, a döntőig. Még akár ezt is el tudom képzelni. Aminek nagyon örülök, hogy elég sok sporting játékos, van. ugye? Ők nyerték meg a portugál bajnokságot, Nyúljon Mendes, Joao Palinja aztán Pedro Goncalves, remélem hogy jól mondtam ki a nevüket, tehát ez három játékos a Sportingból, még a Portóból Pepe, Sergio Oliveira, és ennyi. Benficából van még egy játékos, ha jól, ha jól látom. És kész. A többiek azok mi, van, ami Németországban játszik, Angliában ugye nagyon sokan játszanak, a portugál csapatból. Ha jó is csapat ez. Oroszok? Na! Hát az oroszok azok, akiktől mindig úgy sokat vár az ember, mert mindig azt mondják, hogy na, ez most egy arany generáció az oroszoknál, és ugye a 2008-as Európa bajnokságon egész jól is mennek nekik, de azóta komolyan nem tudtak a ruszkik felmutatni, szerintem most se fog nekik sikerülni, bár mondjuk erre a csapatra se lehet azt mondani, hogy annyira rossz lenne, de Hát itt is nézem a neveket, és Dziuba és, e, aztán e, Fomin neve itt cseng még ismerősen, és így. Kb. ennyi. Tehát én meghozkázhatom, hogy akár még az is lehet, hogy nem fognak tovább jutni a, a csoportból. Itt van a Skót válogatott, hát öm, nekik is nagyjából ugyanaz, mint nálunk, ugyanaz a helyzet, mint. 2016-ban volt nálunk, ugye 98-ban voltak a utoljára világeseményen, akkor egy világbajnokságon, és ők, ők, ők játszották a nyitó mérkőzést az, a brazilok ellen, amit kettő-egyre veszítettek el. Emlékszem, azt a mérkőzést láttam, és 11 esből rúgták a a volt még ilyenekre is, emlékszem. Hát igazából Scott mctominay érdemes kiemelni, bár hozzáteszem, hogy vannak még nagyon jó játékosaik, Hát szélsőséges esetben talán az is lehet, hogy tovább jutnak, de én nem jósolnék neki komoly uh, jövőt, de lehet, hogy valami összeállt nagyon a skótoknál, ezt így nagyon nehéz megmondani, mert kót meccseket nem nagyon szoktam nézni. Azt tudom, hogy voltak itt 2018-ban, igen, ó, oh, még a léken nem ne, 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 nem mondtam semmit, felejtsétek el, lépjünk tovább. Itt van a szlovák válogatott, ugye itt is van egy olyan játékos, aki Magyarországon játszik a Ferencváros játékosa Robert Mák. Itt igazából akit a csapatból érdemes kiemelni, azt szerintem Milán Skriniár, aki az Internek a védője, egy klasszis a srác. És ott van már Hámsik, aki a Göteborg játékosa jelenleg, de ő ugye korábban játszott a Napolinál, de már azért benne van ugye a korban a csávó, úgyhogy már ha, oda már nem férne be. De az itt most is van itt Napolis játékos, ott van Stanislav Lobotka. Ha azt nézzük, vannak olyan, sok olyan játékos van, a, ahhoz képest sok olyan játékos van a szlovák válogatottnak, akik így baromi jó helyeken játszanak. Ott van Dubravka, aki a Newcastle United kapusa is egyébként nagyon jól is játszik. Én szerintem amilyen mázliuk van a szlovákoknak, még a kettő tovább is utatnak a csoportjukból. De ez vagy nyilván kiderül. Spanyolok, hát a spanyoloknak én most nagyon nagy jövőt nem jósolnék. Valahogyan úgy érzem, hogy most ha megnézem ezt a, ezt a, a keretet, Hát persze itt azért vannak klasszis játékosok, nem is kevés, de valahogy én is úgy, vagy én, valamiért én úgy érzem, hogy nem fog összeállni ez a spanyol válogatott. Ha a támadókat nézzük, hát Dani Olmo, Ferran Torres, nem Fernando Torres, nem Ferran Torres, de ott van Pedri a Barcelonából. Hát szerintem, srácok, ezek, ez annyira nem ezt valahogy, valahogy, én annyira nem érzem ezt a spanyol válogatottat, hogy valami komolyat fognak elérni. És itt vannak a svédek, és ugye volt velük kapcsolatban egy plegyka, hogy majd Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic visszatér a válogatóba, de ez úgy néz ki, hogy végül nem jött össze. Hát itt talán de ilyen Kul Kuluseszki, akiben úgy bészhatnak nagyon, mert egy nagyon tehetséges játékosról van szó, Juventus játékosa, hát Emil Forsberg még aki, aki ügyes Lindelöf a védelemben bár mondjuk én Lindelöffel mindig is úgy voltam hogy szerintem azért ő nem egy olyan hű de nagy tehetség én szerintem a svédek azok nem fognak továbbítani a csoportból van egy olyan érzésem Svájc na Hát, Szer Xerdán Shakiri. Talán ő az, vagy, vagy Granit saká Egyébként, hogyha így megnézzük ezt a, ezt a, ezt a névsort, így hirtelen, ha ránézzük, akár mondhatjuk azt, hogy az Albán válogatott, és ugye érdekes volt, hogy a, az, a svájci csapat és az Albán csapat a 2016-os Európa-bajnokságon találkozott is egymással, és sokszor tényleg, tehát hogy csak így a neveket hallgatod, nem tudtad hirtelen, hogy kinél van, vagy, hogy, svájcinál van a labda, vagy Albánnál. Hát igen, ez egy ilyen innen-onnan, mindenhonnan összekapott válogatott. Egyébként ügyesek ott van a Brel, vagy Briel bri, bri, Embolo, aki egy baromira ügyes csatár, aztán ki van még, akit úgy érdemes kiemelni, ugye Sakiri, akit mondtam az előbb, hmm. hát most így nagyon más nem tudok. Most így nézem a neveket, ilyen mert talán a kapusa még. Törökök. Hát ezeket a neveket hallod? Jilmáz, Ömür, Ündür, Kárcsánoglu, Kárhánoglu, Kálcsánoglu, ugye a Milán játékosa. Benne bízhatnak amúgy a törökök, mert szerintem ő lesz az, aki majd a hátán viszi a válogatottat. A törökök most adja a VB selejtező csoportjukban már egész korrektan muzsikálnak. Nekem egyébként van egy olyan érzésem, hogy nem fognak tovább jutni a csoportból. Egyszerűen rájuk, ránézek erre a keretre, és nem, valahogyan nem érzem azt. Pedig van Juventusos játékosuk is, tehát egyébként persze nyilván jó csapat. Én azt gondolom, hogy mindegyik csapat, amelyik eljutott az Európa-bajnokságra, az jó csapat már úgy magában. De lépjünk is tovább. Ukránok. Ukránoknál mi a helyzet? Hát ott van egy Zubkov, aki a, a fradi játékosa. Hát én nagyon remélem, hogy ő lesz az, aki majd így euh, kitűnik ebből a csapatból, ha más nem is de még, még, még ugye, hogyha Zúkov jól szerepel, akkor még abból a Ferencváros is elég keményen profitálhat, hogyha esetleg jönne egy csapat, ami ajánlatot tesz érte, és egy elég magas árat mond, akkor, Mennyi, mennyi, mennyi érteső, de ez az kell, hogy ott szerepeljen, úgyhogy én szurkolok neki, ha még ha az ukránoknak annyira nem is, de neki mindenképpen szurkolok, hogy egy jó teljesítményt érjen el. Egyébként a többi játékos, bár mondjuk, ha azt nézzük eléggé, sok olyan játékosuk van, aki Ukrajnában játszik, a Shakhtar, persze, meg a Dynamo Kiev, tehát ott az a kettő megy. Ott van uh, Zincsenko, aki a Manchester City-ben játszik, vagy Jármolenko, aki a West Ham-ben, de egyébként rajtuk kívül olyan ö, játékos nincs, aki top ligában játszana. Itt van Velsz, ugye Gerard Bél. Velsz, egyelő Gerard ö, Ugye azt már bebizonyították a, a Velszének, hogy stabil LB csapat tudnak lenni. Ugye a 16-os LB-n is kim voltak, és ha jól tudom a legjobb négy közé jutottak. Még Chris Coleman volt akkor a szövetségi kapitány. Ha akkor ezt sikerült nekik elérni, akkor igazából akár most is sikerülhetne nekik, mert ez a csapat azóta még jobban beérett, azért ott van egy Éron Remzi, aki, aki baromi nagy játékos lett a Juventusnál, ugye Gerard Bérről nem, ha nem mondjak semmit, ott van Daniel James, aki még mindig egy fiatal, tehetséges srác, vagy ott van Ethan Ampadu, aki a chelsea játszik, hát most, hogy mennyi lehetőséget kap ott, azt, azt, azt nem tudom így megmondani nektek, de a további még akár meg is lehet ennek a csapatnak, és most így úgy gondolom, hogy meg is lesz, de talán a legjobb négy közé nem fognak eljutni. Azt azért, azt azért azon azért meglepődnék, és nagyjából a végére is értünk, nem, hogy nagyjából a végére is értünk, úgyhogy én nem is akarom tovább szaporítani a szót. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, írjátok le kommentben, hogy ti ezekről az ebbé keretekről mit gondoltok, és néhány nap múlva meg már Európa bajnokság. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!